Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A kommunista diktatúrák áldozatairól emlékeztek meg Pócs Petriben, ezzel is foglalkozunk a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Elismerések. Az ápolókat ünnepelték a megyei kórházban. Költségvetés Újfehértón, a stabil működésre törekszenek. Emlékezés Pócs Petriben, a kommunista diktatúra áldozataiért miséztek. Több mint 3000 ápoló dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban. Őket ünnepelték néhány nappal ezelőtt a Magyar Ápolók napján. Közülük 25-en kitüntetésben részesültek. Pszichoonkológiai kongresszust is tartottak a Józsa András oktatókórházban. A kétnapos eseményen olyan pszichológusok és szakdolgozók adtak elő, akik a daganatos megbetegedéssel küzdő páciensek lelki támogatásával foglalkoznak. Hivatásuknak élő ápolókkal telt meg a Józsa András oktatókórház konferencia terme a Magyar Ápolók napja alkalmából. Ezt minden év február 19-én Kossuth Zsuzsanna születésnapján ünneplik. Kossuth Lajos húga aktív politikai és szervező munkát is vállalt az 1848-49-es szabadságharcban megsérült katonák kórházi ellátásában. 3 hónap alatt 72 tábori kórházat létesített, az általa bevezetett betegápolási rendszer egész Európában egyedülálló volt. Az ápolók munkája pedig azóta is nélkülözhetetlen az egészségügyben. Az ápolóinkat ünnepeljük, az ápolóink munkáját ünnepeljük. A mi nagy megyei integrált intézményünkben, amelyben 5000 fő dolgozik, a legnagyobb munkacsoportot az ápolók képezik, több mint 3100-an vannak. És mindig mindenütt elmondom, hogy az egészségügyi ellátás csak az orvos szakma és az ápolás szakma együttessével jöhet létre, tud magas színvonalon működni. Az ápolóink nélkül nem tudjuk ellátni a betegeinket. Ők azok, akik minden nap és minden percben ott állnak a betegeink mellett, ezért szoktam mondani, az ápolás szakma nem is szakma, ez egy hivatás, mert itt a szakmai tudás kevés. Ide szükség van empátiára, együttérzésre, egy mosolyra, egy jó szóra, és ha ezek együtt jelen vannak, akkor tudjuk a megfelelő színvonalú ellátást biztosítani. Ezért is említettem, hogy ünnepnap ez a számunkra, és ünnepeljük az ápolóinkat, és külön kiemelten ünnepeljük a ma kitüntetetteket, akik a legjobbak közé tartoznak ebben a nagy ápolás szakmai munkacsoportban. A főigazgató kiemelte, országosan jelentős létszámhiány van az ápolás szakma területén, így Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Az integrált kórház Máté-Szalkai, Fehérgyarmati és Vásárosnaményi telephelyén majdnem teljes létszámmal tudnak dolgozni, de a nyíregyházi irányító intézményben több mint 100 betöltetlen állás van. Ezért folyamatosan szüksége van új ápolókra. Azonban szükség van a már itt dolgozók rutinjára, tudására, valamint önfeláldozási hűségükre és gyengédségükre is. 1983. július 18-án kezdtem, Debrecenbe kezdtem a szakmát, egy belgyógyászati osztályon. Aztán az élet úgy hozta, hogy Máté-Szalkára költöztünk a lányom születése után, és 1987 óta, július 15, azóta dolgozom a kórháznál, ebben a kórházban. Ezen a részlegen, a baleseti sebészeten pedig 2007 óta dolgozom. Nagyon szeretem, amit csinálok. Az édesanyám, a testvérem is ugyanezt a hivatást választották, ezért választottam ezt a szakmát, meg legfontosabb az volt számomra, hogy segíteni a betegeken. Örülni annak, hogy gyógyul, látni a gyógyulását. És annak részese vagyok én is. Több mint valószínű, hogy 98-tól szinte mondhatom gyerekként kezdtem itt az egészségügyben 18 évesen. Majd elvitte katonának, leszerelésem után is folytattam tovább az egészségügyet, és hát úgy gondoltam, hogy nekem ez a szakmám, és én ezt szeretem, szeretném is tovább. Én 40 éve vagyok ápolónő. Én már gyerekkoromban elhatároztam, hogy ez a szakma nekem, hogy az embereken segíteni, gyógyítani, nagyon motivált. Na, a családban is volt már, aki volt nővér, és nyilván, hogy vonzott ez a szakma. Nem bántam meg, úgyhogy én sebészeten kezdtem, nagyon sok beteggel találkoztam, nagyon sok embernek segítettem, remélem. A Magyar Ápolók napja alkalmából tartott ünnepségen 25 ápoló kapott kitüntetést,
amely virággal, elismerő oklevéllel és 50 ezer forint pénzjutalommal járt. Ez pedig már a Pszicho-onkológiai Társaság éves kongresszusa, amelyet először rendeztek meg a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórházban. Az intézményben 15 évvel ezelőtt kezdődött el a daganatos betegek szakpszichológiai ellátása. Azoknak a pácienseknek a segítése, akik az egészséges test tudatának elvesztésével, a biztonságérzet megrendülésével, szorongással és általában ezekhez hasonló lelki problémákkal kell megküzdeniük a diagnózis után. Én ugyan Debrecenben dolgozom, de nagyon szoros kapcsolatot ápolunk az itteni onkopszichológiai munkacsoporttal, és nagyon komoly munka folyik, tehát itt több szakember is folyamatosan elérhető a páciensek számára, ami azt kell mondjam, hogy sajnos országosan nagyon nagy ritkaság. Tehát vannak olyan onkológiai ellátóhelyek, ahol még egy félállású pszichológus sem dolgozik, és hogyha ilyen irányú szükséglete van a betegnek vagy a családnak, akkor pszichiátriai gondozóba kell fordulniuk, vagy utána nézni saját maguknak a lehetőségeknek. A pszichonkológia az a múlt század 60-as, 70-es évei óta folyamatosan erősödő tudomány ág tulajdonképpen. Mostanra már önálló kutatási területtel is rendelkezik, nagyon komoly eredményei vannak, mind a betegség kialakulás, mind pedig a betegség lefolyás tekintetében, hogy hogyan tudja ezt befolyásolni. Röviden, ami a betegeket leginkább érinti, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki pszichológiai támogatást kap a betegsége során, akkor kevesebb mellékhatást tapasztal, azokat jobban viseli, benfentesebbnek érzi magát, és valóban több információval is rendelkezik a kezelés. Általában jobb közérzetben, jobb pszichés állapotban tudják végigcsinálni ezt az egész hosszas procedúrát, amit a rákgondozása jelent. 2007 óta 5 szakember végzi a daganatos betegek pszicho-onkológiai ellátását Nyíregyházán. Erfán József osztályvezető főorvos hangsúlyozta, hogy nem csak a daganatos betegek, de a hozzátartozóiknak is szükségük lehet segítségre, amely közel 100 000 embert jelenthet vármegye szinten. A daganatos megbetegedés a második leggyakoribb halál ok Magyarországon. Szabolcs-Szatmárban körülbelül 100 000 lakosa, körülbelül 600 új daganatos beteget állapítanak meg egy évbe, körülbelül 300-an halnak meg ugyanabban az évbe. Csak megjegyzés, még egy 10 évvel azelőtt ez 400 volt. Tehát amikor azt kérdezik, hogy van-e eredmény, van. Csak az eredmény nem olyan, hogy na, innentől kezdve megoldottuk. Azért 10 év alatt 100-al csökkenni, az egy, nem egy rossz eredmény. A különbség azt hívjuk prevalenciának, azaz a daganattal együtt élő betegek, emberek száma. És ez a döntő, mert ezt kell kezelni. És ez ma Szabolcs-Szatmárban körülbelül 35-40 ezer ember. Ha ezt megszorozza a hárommal, mondjuk egy átlag családdal, 100 körül vagyunk. Azért ez már egy számottevő szám, ami megjelenik, mint társadalmi probléma. Hogy ezeket az embereket visszavezetni az életbe, visszavezetni a munkába, és a családtagokat. Hogy ne állandóan azzal a traumával kelljen együtt élni, hogy ja Istenem, mi van anyámmal, mi van a gyermekemmel. Vagy mi lesz. Ez bizony kemény munka. Szűcs Attila főigazgató megnyitó beszédében kiemelte, a daganatos betegségeket ma már a krónikus betegségekhez hasonlóan legyőzhetőnek tartja az orvostudomány, de ehhez szükség van a lelki gondozásra is, valamint arra, hogy az érintettek hajlandóak legyenek szembenézni az esetleges traumáikkal. Az egy nagyon-nagyon jó hír az onkológiai betegeink számára, hogy ma már a daganatos betegség, ez nem egy halálos betegség, ez a diagnózis nem egyenlő egy halálos diagnózissal. Itt a főorvos úr elmondta, el fog ma hangzani, hogy a betegek nagy része gyógyul, vagy nagyon hosszú életéveket nyer a kezeléssel. És ahogy ez a kezelési metodika javult, ahogy a túlélés javult, egyértelműbbé, egyre jobban egyértelműbbé vált, hogy a daganat, a daganatos betegség nem csak a testet, hanem a lelket is megbetegíti. Ezért alakult ki a pszichológiának az a speciális területe, amely már célirányosan tud az onkológiai betegek mentális helyzetével, pszichéjével is foglalkozni, mind a heveny fázisban, amikor zajlik még az aktív, sokszor nem egyszerű kemoterápia vagy sugárterápia, mind abban a fázisban, amikor már úgymond a krónikus gondozási fázisba kerülnek a betegek, és próbálják a mentális státuszokat javítani, csökkenteni a szorongásukat, az életkedőket, az életérzésüket visszahozni. Úgyhogy mind a kettő állítás igaz, szerintem az utóbbi években ez mindenképpen erősödött ez a szemlélet, de mindig jelen volt, de talán nem ilyen mértékben. A főigazgató hozzátette, Magyarországon még mindig sokan idegenkednek a pszichológiai segítség kérdéséről,
Miközben Nyugat-Európában a pszichológia egyre fontosabbá válik, nem csak a hétköznapi életben, de valamennyi egészségügyi szférában. A kétnapos kongresszusra határon, innen és túlról egyaránt érkeztek szakmai előadók. A kialakult gazdasági környezet miatt a korábbi évekhez képest sokkal átgondoltabban kell tervezniük az önkormányzatoknak. Ennek tudatában tárgyalta és fogadta el Újfehértó képviselőtestülete a Város 2023-as költségvetését. Erről és a települést érintő egyéb aktualitásokról kérdezem Hosszú József polgármestert. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Polgármester úr, mik a főbb sarokszámai az idei költségvetésnek, és mi okozta a legnagyobb fejtörést? Január 25-én fogadtuk el a város 2023-as költségvetését, komolyabb vita nélkül. A költségvetés főszáma az közel 5 milliárd forint, amelynek egy jelentős része 1,8 milliárd forint beruházás, hisz a városnak vannak már meglévő, folyamatban lévő beruházásai, illetve ebben az évben is nyertek, vannak sikeres pályázataink, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Az utóbbi évek azért már megedzették a városvezetőket, nem voltak egyszerű évek. Mi az, amit megörököltek a tavalyi évről? Nem egyszerű időszakon vagyunk túl, ugye 2019 óta nem volt egy olyan év a város életében, amelyre azt lehetne mondani, hogy nagyobb problémáktól mentes, hisz a Covid-ra vagy a gazdasági világválságra, ha gondolunk. Ugye örököltük azokat a topos pályázatainkat, amelyeknek a kivitelezése vagy már zajlik, vagy nagyon közel állunk ahhoz, hogy elkezdődhessen, és folyamatban vannak olyan pályázatok is, amelyek tavaly évvégén kerültek pozitívan elbírálásra. Ezeket szeretnénk ebben az évben, legkésőbb jövő év tavaszán, nyarán megvalósítani. Két fontos nehézség az, ami sújtja nem csak az önkormányzatokat, hanem gyakorlatilag mindenkit, a rezsi és az infláció problémája. Hogyan tudja ezeket Újfehértó áthidalni? A rezsi szempontjából nagyon fontos volt az a kormányzati segítség, amelyet ezúton is köszönök, hisz Újfehértó 178 millió forinttól egy picivel több rezsitámogatást kapott tavaly évvégén, amely nagyon komoly segítség erre az évre, hisz a energiaáraink jelentősen emelkedtek Újfehértónak is, mint valamennyi településnek. A villanyáram a tavaly tavaszhoz képest közel ötszörösére emelkedett, a gáz ára pedig legalább duplájára emelkedett. Ez nagyon fontos, hogy ebben segítséget kaptunk, hiszen nélkül azért elég komoly fejtörést okozott volna mindannyiunknak, hogy hogy tudjuk átvészelni ezt az évet. Természetesen mi is hoztunk takarékossági intézkedéseket, 20%-os energiacsökkentést irányoztunk elő a város intézményeiben. Ebben hál' Istennek az időjárás segítségünkre volt, hisz kemény tél eddig még nem volt, bízunk benne, hogy már nem is lesz, illetve folyamatosan figyeljük azokat a lehetőséget, hogy hogy tudunk energia megtakarító beruházásokat végrehajtani. Folyamatban van az intézményeinknek a napelemmel történő korszerűsítése. Történtek-e lezárások vagy olyan korlátozások, amit esetleg még ebben az évben is alkalmazni szükséges? Amit nagyon sok helyen megléptek a városvezetők, ezek a, ugye a kultúrát érinti elsősorban, nálunk is bezárt a művelődési ház, egy alkalommal nyitottuk meg egy Duma színházas estére, ami nagy-nagy sikert aratott, de ezen kívül komolyabb bezárás nem történt, az intézményeink működnek, és ami nagyon pozitív hozadéka volt, ez a uszoda, hogy nem zártuk be az uszodánkat, és Nyíregyházáról és a környékről nagyon sokan járnak hozzánk. Egy érdekességét mondanám el, hogy a múlt hét végén egy nádudvari családdal találkoztam, akiknek a kislányuk versenyszerűen úszik, és ott a környéken nem találtuk olyan uszodát, ahol hétvégén lehetne úszni, és nádudvarról, tehát közel 90 kilométerről is jönnek Újfehértóra. A látogatószámunk megduplázódott tavaly januárhoz képest, és ez egy nagyon komoly elismerés a városnak és az intézményünknek. Ami majd, hogy nem kompenzálja is az emelkedett költségeket. Igen, közel nullás már a sportcsarnoknak a költségvetése. Mennyire sikerül befejezni energia racionalizálásra célzott beruházásokat? Ugye ezeket jelenleg saját forrásból fogjuk megvalósítani az elején legalábbis, hisz az erre kiírt pályázatok már lezárultak. Nézzük a lehetőséget, hogy esetlegesen valamilyen formában tudunk-e ilyen célra pályázni, de a legszükségesebb épületeken, amelyek a legnagyobb energiazabálók, azokat az épületeket mindenképpen valamilyen módon korszerűsítenünk kell. Mik a legfontosabb fejlesztések idén a városban? Ami zajlik, kezdeném azokkal a beruházásokkal. Nagyon jó ütemben, közel 75%-os állapotban van már a bölcsöde felújításunk, amely egy topos pályázatból fog megvalósulni. Itt egy korábbi 4 csoportos bölcsödéből 5 csoportos bölcsöde lesz felújítva és kibővítve. Kerékpárút projektnek a
végstádiumban az érünk lassan, egy híd átalakítást kell még végezni a város egyik belterületi szakaszán, itt pont ma kezdték el az előkészítő munkálatokat. Van két pályázatunk, amelynek a közbeszerzési eljárása zajlik, ez egy csapadékvízelvezetési pályázat, illetve egy hűtőházépítés, ami egy hűtőházépítési pályázat, amely nagyon fontos lenne a város életében, hogy sikeresen lezajlódjon. Tavaly évben kaptunk kormányzati támogatásból 204 millió forintot belterületi kerékpárút felújítására, illetve külterületi kerékpárút építésére. Ennek az előkészítése is zajlik, tehát tavasszal ez is tervénk szerint meg fog valósulni. Múlt hét pénteken jött az örömhír, hogy a vidékfejlesztési pályázat keretében egy külterületi utunk újulhat meg, egy külső tanyarésznek a megközelítése fog ezáltal, lakott tanyának a megközelítése fog megvalósulni, közel 300 millió forintból, illetve amit a sportszeretők nagyon várnak már, a futballrajongók, hogy a megyei első osztályban élen álló csapatunk végre Újfélton játszhassa a mérkőzéseit. Itt az öltözőépület és a futballpályák elkészítése is nagyon jó ütemben halad, bízunk benne, hogy tavasz folyamán már hazépályán fogadhatjuk a vendégeket. Ki fogják bírni ezek a pályázatok az építőanyagár emelkedést? Mert hogy elég hektikus áremelkedéseket tapasztalhatunk ebben az ágazatban. Folyamatosak az egyeztetések a kivitelezőkkel, hisz őket azért ez elég komolyan érinti, de úgy gondolom meg fogjuk találni azt a megoldást, hogy ne sodorja veszélybe ez az építőanyag áremelkedés a beruházásainkat. Milyen fontosabb kulturális eseményekre készül a város 2023-ban? A költségvetésben egy ebből alakult ki, hogy kellenek-e rendezvények, és ilyen rendezvények. Én azt mondom, hogy az újfejtő lakossága megérdemli azt, hogy nívós előadókat tekintessenek meg a városban, ne kelljen több tíz vagy több száz kilométert utazni azért, hogy egy neves fellépőt megnézhessenek, és ne kelljen sok pénzt költeni erre. Úgyhogy ebben az évben is igyekszünk majd a kulturális rendezvényeinket a tavalyi szinthez hasonlóan megrendezni. Kicsit faragunk rajta, hisz nem két vagy három napos rendezvények lesznek, hanem egy-két naposak, de azért igyekszünk arra, hogy olyan nevek jöjjenek Újfélre, akik megmozgatják a megye vagy a régió lakosait is. Mik azok az aktuálisan felmerülő helyzetek, amikkel szembe kell néznie a városnak ebben az időszakban? Hát most, ami legutóbbi problémás időszak, hogy nemrégiben volt egy elég komoly csapadékos hétvégéje a városnak, illetve viharos hétvégéje, akkor a művelődési házunk sajnos beázott egy olyan helyen, ahol a legutóbbi felújítások során nem teljes körülön végezték el azt a munkát, amit kellett volna a szakemberek, ez 4-5 évvel ezelőtt történt, úgyhogy itt most van egy elég komoly beázás, de bízunk benne, hogy ezt hamarosan ki tudjuk javítani, ez volt most ilyen komolyabb probléma a városban. Az egészségügyi ügyeleti ellátás változtatása, ami most a megyében zajlik, mennyiben módosítja Újfehértó ellátását? Hát a megyében, én úgy gondolom, Újfehértót érinti legérzékenyebben ez a döntés, hogy csak járásszékhelyeken lesz március 1-től ügyeleti ellátás, hisz Újfehértó nem járásszékhely sajnos, annak ellenére, hogy a megye negyedik legnagyobb városa, így Újfehértón megszűnik március 1-ével a háziorvosi ügyeleti ellátás, aminek több évtizedes hagyománya van, és az Újfehértő lakosoknak Nyíregyházára, vagy valamelyik közelebbi Nagykállóba, vagy Hajdunánásra kell majd menniük, ha ügyeleti ellátásra szorulnak. Hát ez elég komoly. Hány embert érint ez? Közel 13 ezer lakosa van Újfehértónak, és hát ebből vannak azért elég komoly visszhangok már a városban. Meglátjuk, mit hoz ugye a puding próbálja az evés, meglátjuk majd, hogy mi lesz az tényleges működésben. Mi gondolkozunk azon a lehetőségen, hogy tudjuk esetleg ezt valamilyen módon mégiscsak megoldani. Van ezzel valami mozgástere ebben a városnak? Meglátjuk, próbálkozunk. Mennyire optimista ebben nem csak ebben a tekintetben, hanem egyáltalán a 2023-as évre vonatkozóan Újfehértő polgármestere? Hát az ügyeleti ellátással kapcsolatban nem fűzök hiú reményeket a dologhoz, azért, ami tőlünk telik, azt megtesszük. Egyébként pedig én bizakodóan várom ezt az évet, hisz látva azt a közösséget, azt a város lakók által mutatott elégedettséget vagy elégedetlenséget, én úgy gondolom, hogy Újfehértő ebben az évben is sokat fog szerepelni itt a Kölcsey TV-ben. Ez biztosan így lesz. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget.
Szentmisével emlékeztek meg a kommunista diktatúra áldozatairól Pócs Petriben. A községet évtizedeken keresztül a megbélyegzett rendőrgyilkosság településként tartották számon az 1948-as eseményeket követő koncepciós per miatt. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az eseményen arról beszélt, a 2019-ben történelmi emlékhelyén nyilvánított Pócs Petri ma már bátran és büszkén tekinthet vissza példás helytállására. Michael Wallace Banach Magyarország apostoli nunciusa celebrálta a kommunista diktatúrák áldozataiért rendezett szentmisét szombat délelőtt Pócs Petri római katolikus templomában. A település arról vált híressé, hogy 1948 nyarán a helybeliek nem engedték, hogy iskolájukat államosítsák. Az ellenük kivezényelt rendőrök egyikének a kezében dulakodás közben elsült a fegyver, halálra sebesítve egy egyenruhást. A korabeli hatalom a balesetet gyilkosságként értelmezve példát akart statuálni. Királyfalvi Miklós segédjegyzőt kivégezték, Asztalos János plébánost pedig első fokon halálra, aztán másodfokon életfogytiglani börtönre ítélték. A helybeliek közül több embert bántalmazással kényszerítettek vallomástételre. A verésekbe hárman később bele is haltak. Az áldozatokra emlékeztek a szombati szentmisén, melyet követően Kis András, a vármegyei közgyűlés képviselője kiemelte, Pócs Petri helytállása Szent II. János Pál pápa későbbi tanításaival állíthatóak párhuzamba. És kimertek állni a katolikus hitért, a katolikus iskoláért, és a hatalom, ahogy a nagypápával, úgy a Pócs Petri nép hitvalló magatartásával sem tudott mit kezdeni. Ez ennek a generációnak az üzenete. A Szent Pápától az egyszerű helyi plébánosig sosem feladni, sosem szem elől téveszteni a cél, ami nem e világi, hanem az örök létre mutat. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a kommunizmus nem térhet vissza, a mostani globalizált világ ideológiái azonban mégis hasonló veszélyeket rejtenek. A kommunizmus nem egyfajta jópofa kísérlet, nem egy jó szándékú társadalmi mérnökösködés. Hányszor hallottuk és halljuk. Az eszme jó volt, a megvalósításban csúsztak némi hibák. Ha ezt elfogadjuk, utat nyithatunk az újabb és újabb kísérleteknek és az újabb és újabb társadalom érdeklődésnek. Erre a legközvetlenebb bizonyíték ismét kísértet járja be Európát. Kísértet, amely újra kísérletekbe kezdhet az Isten által teremtett emberen és az emberi társadalmakon. Ennek a kísérletnek számtalan jelét láthatjuk nap mint nap. Hagyományos emberi közösségek, a családok, a nemzetek, az egyházak elleni támadások, sőt az ember teremtett és megmásíthatatlan identitása, akár a nemi identitása elleni támadásokig. Ismerjük a magyar közmondást, azt sem tudja, hogy fiú-e vagy lány. Sajnos ez az idea, ez az elképzelés testet öltött és veszélyessé vált. Ezért figyelmeztetnünk kell. Újra és újabb megjelenő kísérletek, a mi múltat nem csak újra eltörölni igyekvő úgynevezett woke ideológia ellen, hanem mindenféle emberitelen diktatúra, a fasizmus és a kommunizmus áldozatainak emléke napjaiban is. Az antifasizmus mögé bújó, valójában szélső baloldali kommunista terror megjelenésére is, amely éppen a napokban sújtott le gyanútlan áldozataira Budapesten, az úgynevezett antifasizmus képében. Ismeretlen áldozatokra támadtak és verték meg őket ruházatuk, külsejük alapján, mert úgymond gyanúsnak minősítettek embereket egy szélsőséges ideológia nevében, feljogosítva érezték magukat az önbíráskodásra. Emlékezzünk, a mi generációnk számára az elképzelhetetlen ideológiai kihívásokra, az elképzelhetetlen módon terjedő új kommunista, új marxista törekvésekre. Immár a mindennapi történések alapján láthatjuk, a gyermekeink, unokáink nincsenek biztonságban. Ez az utolsó határ, a Szent Jank emlékoltár is erre figyelmeztet bennünket, el a kezekkel, el a gyermekeinktől. Rajtunk senki sem merjen kísérletezni a jövőjüket, emberi
női és férfi új teremtettségüket nem merje kétségbe vonni senki. Mindezeket a nap mint nap tapasztalható történéseket, amelyek jelzik, a kommunizmus veszélye nem múlt el, a neomokommunizmusban, a neomarxizmusban, a legkülönbözőbb emberkísérletekben, társadalommérnökösködésekben újra és újra jelentkezik. Kísértetek már pedig nincsenek. A kommunizmus kísértetei sincsenek. Ezek a kísértetekre, erre a kísérletre mondjunk nemet, mindezekre a helytelen és embertelen diktatúrákra, amelyek a 20. századot megmérgezték, legyen bár szélsőjobboldali fasizmus, legyen bár pedig szélsőbaloldali kommunista kísérlet. Ezekkel a kísérletekkel, ezekkel a kísértetekkel szemben a hitet állíthatjuk. Itt Máriapócson, Pócsvetében, a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Az őseinktől örökölt és megszenvedett keresztény hitünket, nemzeti identitásunkat. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Emlékezzünk, a múltat nem lehet eltörölni, ne is felejtsük el. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, Pócs Petri lakossága soha nem fogja elfeledni a 75 évvel ezelőtt történteket. 75 évvel ezelőtt, 1948. június 3-án Pócs Petri lakossága Asztalos János plébános kérésére az esti misét követően a községháza elé vonult, hogy felemelje hangját az egyházi iskolája államosítása ellen. A községháza védelmére kivezényelt rendőr először a levegőbe lőtt, majd a kialakult dulakodásban fegyvere elsült és halálos lövést kapott. A megtorlás órákon belül megindult. Rákosi Mátyás utasítására egy kommunista különítmény érkezett Pócs Petribe. Élükön Péter Gáborral, a retteget államvédelmi osztályvezetőjével, Kádár János, az MKP főtitkár helyettesével és Vásárhelyi Miklós újságíróval, akik a kapott feladatot maradéktalanul elvégezték, a falut megalázták, s az ügyből koncepciós kirakatpert kreáltak a katolikus egyház és a falu ellen. A történtek után egy héttel már zajlott a per Budapesten. Asztalos János plébánost és Királyfalvi Miklós segédjegyzőt halálra ítélték. A plébános ítéletét életfogytiglanra változtatták. Királyfalvi Miklóst a Rákos keresztúri új köztemető 298-as parcellájában jertelen sírba temették. A település 2017-ben hozhatta haza maradványait ide Pócs Petribe. Som István, a falu tanítója, életfogytiglant kapott. Hárman haltak a véres verésbe bele. 20 falubelit ítéltek el, s megbélyegezték az egész települést. Rájuk emlékezünk most, tisztelt emlékezők, az áldozatokra, a kommunista diktatúra áldozataira. Pócs Petrit 2019-ben történelmi emlékhelyé nyilvánították, a kommunizmus áldozataiért pedig keresztút emlékparkot építettek a templom szomszédságában. A szombati eseményen 5 új Golgota szobrot is felavattak. Soltész Miklós államtitkár azt mondta, az áldozatok emléke ma már bátran felidézhető a településen. A kommunistáknál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hatalomészségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevezett, lelkiismeret. Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
sokszor hallhattuk már Alexander Szolzsenyicin ezen idézetét. Őt, akit évtizedeken keresztül hurcoltak meg szovjet gulág táborokban. De szavaihoz sokszor ismételhetjük meg azt is, hogy a kommunizmusnál kártékonyabb és veszélyesebb rendszert nem sokat produkált az emberiség. 100 millióra teszik a kivégzettek kényszertáborokba és börtönökbe hurcoltak. A kínvallatásoknak és éhínségnek kitettek a megbélyegzetteknek a számát. Magyarországon is közel 1000 embert végeztek ki, 100 000-eket súlyos börtönbüntetésre ítéltek, további 100 000-eket pedig gulágtáborokba hurcoltak, zártak, vagy elüldözték őket szülőföldjükről. Ebbe a sorba illeszkedett az egyházak elleni támadások is, és támadás is. Így az 1948. május 15-i bejelentés, miszerint az iskoláinkat, az egyházi iskolákat be fogják zárni, mely fenyegetést néhány hét múlva 6500 egyházi iskola bezárása követte szerte az országban. És 75 évvel ezelőtt Pócs Petri is ezt az időszakot szenvedte meg. Mivel az itt élők bátran kiálltak egyházi iskolájukért, véletlenül vagy szándékos provokáció miatt súlyos árat kellett fizetniük. A június 3-a estét követő megtorlás statáriális volt. Királyfalvi Miklós községi jegyzőt 8 nap múlva már ki is végezték. Asztalos János plébános atyánkat kegyetlenül megkínozták, és először őt is halálra ítélték, majd pedig életfogytiglanig tartó börtönt kapott, melynek az 1956-os forradalom vetett véget. Mások elleni súlyos ítéletet hoztak, mint ahogy hallottak, sokakat megkínoztak, megöltek. A falut pedig évtizedekig rettegésben tartották. Emléküket ma bátran fölidézhetjük azonban. A helyi iskola ma már újra katolikus intézmény, nagyszerű válasz. Ezentúl Keresztút emlékpark is fölidézi a mártírok, a hősök szenvedéseit, de egyben kitartását is. Ők 100 000-ek és milliók áldozata hozta meg a kommunizmus vesztét térségünkben, országunkban egyaránt. Nekik, a kommunizmus áldozatainak köszönhetjük, hogy mindenkinek, egyénnek és közösségnek, egyházainknak és civil szerveződéseinknek meghozták a békességet, meghozták az emberi méltóságot, és meghozták a lelkiismeretre épülő szabadságot. Tisztelt emlékezők, a felelősség és ezzel a feladat is hatalmas. Tudjuk is, valljuk, hogy a békességet megőrizni, illetve meghozni ember és ember, nemzet és nemzet között a mi kötelességünk Isten segítségével, imádságon keresztül. Látjuk és tapasztaljuk azt is, hogy a kereszténység ellen újabb és újabb, ugyan átmeneti, de mégis hatalmas pusztítást végző ideológiák állnak szemben. Ne hagyjuk, hogy fiataljainkat, nemzeteinket tovább mérgezzék és fertőzzék. A Szentmisén Szent Janka Beretta mollát, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjét ábrázoló mellékoltárt is felavatták. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!